egyik nemzetközi rendezvényből vándoroljunk át a másikba, idáig a fiatalokkal foglalkoztunk. Most viszont főiskolánkon voltak vendégek, és hát nem csak előadás sorozat volt, hanem, mint kiderült, egy nemzetközi Európa Uniós projektnek az előkészítése zajlott. A témában pedig stúdió vendégem dr. Monok István tanszékvezető, egyetemi tanár kollégánk. Tanár úr, mint házigazda volt ebben a rendezvényben. Mi volt a célja, hogy alakult ez a program? Hát ugye, aki előre tervez, az talán nyer is. És ugye az Európai Uniónak a 14-20-as költségvetése keretszámokkal készen van. Az, hogy milyen kulturális, tudományos, illetve kutatási programokat fognak kiírni, erről még folynak az egyeztetések. Ugye az Európai Tudományos Nagy Alapítvány elköltözött Strasbourgból Dublinba. Ez nekünk éppen nem jó, mert elég gyakran vagyok Strasbourgba, tehát személyesen is tudtunk ott az ottani kollégákkal együtt intézkedni. De ez nem jelenti azt, hogy ne gondoltunk volna arra, hogy még mielőtt a kiírások megszületnek, megpróbálunk összerakni egy nagyobb programot. És ugye egy EU-s programot minimum úgy szervez az ember, hogy előtte három előkészítő nagy találkozó van, és akkor a végén az aláírási ceremónia, és akkor be lehet adni. Úgyhogy ez volt az első találkozó, itt Egerben erre a programra, júniusban találkozunk Milánóban, és akkor egy kisebb találkozó lesz Bukarestben szeptemberben, és akkor be tudjuk adni, majd amikor látjuk, hogy milyen kiírások lesznek, a kész anyagot kell már csak akkor pályázat technikailag jó karban tartva egy formanyomtatványba önteni. Ha jól követtem a mondandóját, akkor ez már idáig minimum három nemzet, aki részt vesz ebbe a projektbe. Hogyan alakul az összetétel? Kik vesznek a konzorciumban? Az összetétel az ennél azért lényegesen összetettebb. Ugye a tervezés folyamatában van, tehát van benne egy intézményi kör, és ez az együttműködői körrel lényegesen ki fog bővülni. Ugye jelen pillanatban két francia egyetem, Strasbourg és az Ecopratique des Hautes Études a Paris Sorbonne egyesen. Van benne francia részről két nagy könyvtár, a strasbourgi Elszászi Nemzeti Könyvtár, illetve a Mazarin Bibrosnak a gyűjteményét, a francia akadémia könyvtára. És olasz oldalról van a Milánói Katolikus Egyetemben Bologna, mint egyetem, és gyűjteményként a pármai és a milánói nemzeti, tehát állami könyvtárak. A osztrák oldalról a Bécsi Egyetem, ők fogják majd az egészet pénzügyileg lebonyolítani valószínű, illetve az osztrák nemzeti könyvtár. Van az Erlangeni Egyetem, a Hallei Frankfurter Stiftungen és a Lipcse Egyetemnek a ottani posztgraduális, mondjuk úgy Budapest kollégiuma, tehát az ilyen doktor utáni, posztdoktori iskolája. És Magyarországról pedig ugye az Eszterházy Károly Főiskola lesz benne, és hát a könyvtár részben megpróbáljuk bekapcsolni a Főszékesegyházi Könyvtárat itt helyben. Gondolkodunk a Sárospataki Könyvtáron, attól függ, hogy hogy fog alakulni igazából a programnak a kialakítása, aminek a keret témája, hogyha mondhatok erről pár szót. Föltétlenül. Ugye az egy olyan típusú nagy nemzetközi képet akarunk adni arról, hogy a különböző kultúrák miként hatottak egymásra, a könyvanyagok és a könyvtárak, a könyvek mozgását követve a középkortól a mostani korig, amely egyik síkon egy hagyományos kapcsolattörténeti, szellemi áramlattörténeti kutatás, másik oldalról viszont lényegesen tovább megy, hiszen a mai korszak két alapvető kérdést tesz fel, könyvtörténeti oldalról is. Egyrészt ugye a sajtó tele van azzal, hogy a Tuareg támadás Timbuktuba veszélyeztette azt a 15-16. századi kézirat együttest, ami ugye a világörökség része. Ez a tény önmagában is rámutat például arra, hogy mennyire keveset tudunk arról, hogy az a világ, amit a 16. században gyarmatosított Európa, vajon hol állt
az írásbeliség szempontjából az azt megelőző időkbe, és általában azért a magyar átlag, vagy az európai átlag megbocsátóan mosolyog rájuk. Jó lehet mondjuk a Gao birodalom éppen Timbuktu környékén, azért mondjuk napi kapcsolatban állt az egyiptomi iskolákkal, ami egy kicsit messzebb van, mint Európa egyik fele a másiktól, vagy éppenség az indiai gondolkodók műveivel. Tehát egy nagyon komoly felkiáltójele ez, illetőleg hát ez az a tény, hogy számba kell venni a muszlim kéziratos örökséget, ugye hát az örmény az éppen ünnepli éppen az 500 éves örmény könyvet, tehát számos olyan kultúra van, amit nem kellőképpen vettünk figyelembe, a mai kor pedig rávilágít erre a globalitás mentén, hogy nem biztos, hogy ez az európai kulturális fölény, technológiai fölény, minden tekintetben körül lett járva. Ez egyik, a másik pedig ugye a mediális váltás, illetve a folyamatos, nagyon felgyorsult mediális váltások mentén ezek a kulturális hatások egy más természetet kapnak, és egyáltalán ugye a könyves hatás, a könyvtartalom hatása egészen más dimenziót nyer. Innen, ebből a perspektívából nézünk vissza a középkori tulajdonképpen, és ugye lenne ennek a programnak egy olyan ága, amelyik különböző, de nem mindegyik kiválasztott könyvtípusnak a információ cseréjét követi végig történetileg, például ilyen a tudományos könyv, ugye aztán a 15. századtól kezdődően egészen a 20. századig, aztán megjelenne a 16. század közepén a mindenkinek szóló könyv műfaja, hogy ezzel mi van, és egy nagyon erős kutatási ág lenne az, hogy az iskolai könyvanyag miként képezte le ezeket a változásokat, ami a 16. századtól kezdődik, miként hozza be a különböző ismereteket, amik a kitágult világról szóltak, és miként medializálódik ez a történelem folyamán. Tehát azért ez egy nagy falat, és az egész mögé ráadásul több adatbázist is tennénk, hiszen mégiscsak ez egy könyvtörténeti kutatás, és ugye azt mondjuk, hogy egyik centruma a katalógus maga, tehát a középkortól napjainkig, hogy hogyan változott, de sokan nem gondolnak például arra, hogy az, hogy megjelent a cédula katalógus, ez egy milyen demokratizálódás. Ez azt jelenti, hogy én megelőzhetem a királyt. Egy rendes, korai-újkori jegyzéken ez elképzelhetetlen. Tehát van egy ordo librorum, tehát a könyveknek egy rendje, abban ez elképzelhetetlen. Az, hogy cédula katalógus lesz például, ez egy demokratizálódás. De nem akarok emellett elragadni, hiszen tehát a katalógus maga hogyan csoportosítja a tudást, hogyan képezi le a tudományos világképnek a változásait, és ez tulajdonképpen egy európai katalógus tipológiai adatbank lenne. Lenne egy nagy adatbank a könyvtárak archívumáról, ami azért érdekes, mert senki nem kutatta még igazából eddig, hiszen az emberi kapcsolatokat is nézne, a levelezéstől elkezdve ott lévő könyvtár technológiai dokumentációra, és kiválasztottuk a Strasbourgi Nemzeti Egyetemi Könyvtárat, mint Európa tükörét, és ott egy mintaalkalmazást tervezünk, hogy hogyan kell elképzelni egy ilyen gyűjteményt, mint Európa, és miután szándékosan választottuk, hogy jelentős keleti gyűjteményei vannak, ókortól a mostanáig, hogy ez a tükör, egy könyvtár miként szolgálhat egy európai kapcsolattörténeti, egy kulturális transfertükörnek, egy világkultúra modellnek. Egyfolytában tanár úr 15.-16. századot emleget, azért ami mögötte van, az egy több ezer éves kultúrára épülő történet, tehát egy hallatlan, történelmileg nagyon gazdag világba kapcsolódunk be. Na most itt én említette azt is, hogy a konzorciumban részt venne az Egyházmegyei Könyvtár is. Hát nagyon szeretnénk. Igen. Szeretnénk, ha részt venne, meg hát nyilván a főiskolánk is. Mik azok a magyar értékek, amiket mi ehhez hozzá tudunk tenni, vagy amik be tudunk ebbe kapcsolni? Van-e ilyen vonulata egyáltalán a projektnek? Természetesen. Hiszen hát talán nem szemlétlenség mondani, hogy az az alapkutatási sor, amit 30 éve most már részben az irányításommal végeztünk, az nagyon sok tekintetben előképet ad ennek a programnak, hiszen a legteljesebb, szóval egyedül a történelmi Magyarország az a terület Európában és a világon,
ahol teljes dokumentációja van 1850-ig az akkor létezett könyvtáraknak. Egész odáig elmenően, hogy akinek 5 könyve volt, azt mi regisztráljuk. És egy olyan fajta, és ez az akkori olvasmányanyagot, tehát adatbázisszerűen dokumentálja, és meg tudom mondani azt, hogy melyik szellemi áramlat mikor jelent meg a könyv fizikai valójában Magyarországon, és miután ez néma interaktívan fog dolgozni ez az adatbázis, például a külföldi egyetemi járás adatbankkal, azt is meg tudom mondani, hogy az illető hol járt egyetemre, ott kinél tanult, attól milyen szellemi muníciót nyert. Tehát valóban a kulturális transfert mi régóta dokumentáljuk. Itt most az lesz a hozzáadott még ezen kívül, hogy keleti irányban is kinyitjuk ezt a folyosót, és ráadásul visszamenek történetileg a szövegeket is vizsgáljuk. Tehát nem elég könyvtárosként ugye mi a metadattal dolgozunk, a címekkel. Ugye úgy szoktam mondani, hogy mi a rózsa nevével dolgozunk, ugye az Umberto Eco ezért írta ezt a címet a regényre. De a rózsával, magával nem foglalkozik, ez a kutatónak a dolga. És például az az alprogram, amit magam fogok össze, a tudományos ismeret transfer a 15. század közepétől a 17. század közepéig, az kifejezetten olyan pillérekre is épül, hogy az antikvitásból, az antikvitásnak nem csak a római és a görög ágából, hanem adott esetben a közel-keleti kultúrák, vagy éppen az arab kultúrából milyen tudományos ismeretátadás történt. Ismétlem, a könyvtörténet ez, tehát itt nem fogunk filozofálni például ezen, de megközelítjük a könyvnek a társadalom történetét. Ki tette lehetővé, hogy az átkerüljön, miként, milyen személyes kapcsolatok mentén, milyen típusú kéziratokból tudtak dolgozni. Tehát azért ez egy mélyfúrás igazából. A program maga egy mélyfúrás sorozat, és egy makettet szeretnénk csinálni, amit ha Európa különböző nemzetei akarnak, pontosan országai, azért jobb szeretik most már Európában, így fogalmazunk, nemzet az valahogy egy másik fajta. Nemzet nélkül ország sincs, de hát ebben most nem menjünk bele. Hát igen, csak ugye az a probléma ezzel, azért azt hadd mondjam, hogy amit mi nemzetnek mondunk, az latinul, vagy az új latin nyelvek, vagy éppen az angol nyelvben, az azt jelenti, hogy ország. És ezért beszélem egymás mellett például ugye a magyar és az európai politika, mert mást értenek rajta. De valóban nekünk az a dolgunk, hogy egy mintával biztassuk a többieket is, hogy mondjuk ne csak azt mutassam meg, hogy egy rajnamenti misztika vagy rajnamenti humanizmus milyen személyes és szellemi kapcsolatokkal kötődött a Kárpát-medencéhez, az akkori Magyarországhoz, mert a csehek is ezt meg tudják mondani, a lengyelek is meg tudják mondani. Most nem biztos, hogy ebben a projekt keretén belül mondják meg, hanem kedvet kapnak, kitöltik. Egy biztos, hogyha ez a minta elkészül, akkor ez egy jó érv adott esetben döntéshozók számára is, hogy az ilyen típusú üzenetek a mostani országok, nemzetek lakóinak feltehetően többet számít, mint az egymás kioktatása például egymás ismeretből, vagy pedig toleranciából. És hát ahogy elmondja tanár úr, ez további kutatásokat fog generálni, biztos, és mindenképpen erősíteni fogja a kapcsolatokat az országok között. Nevezzük országnak, nemzetnek, mindegy, hogy fogalmazom most ebbe az esetbe is. Hát ez mindenképpen egy példaértékű. Mekkora időtartamot kap ez a projekt? Hát ugye az előkészítés ez még ezt az évet elviszi, és akkor az első etap az 3 év. Ez idő alatt szeretnénk minden harmad évben 5 alaplába lesz az egész kutatásnak. Kutatási lábanként egy-egy szimpóziumot és egy-egy szemináriumot a diákok között, diákcserével, és évente egy kiállítást. És hát az adatbázisok folyamatosan épülnek. A program kezdetén tartanánk egy ilyen vízió bemutatást, mit akarunk elérni, egy mondjuk plenáris konferenciát, és a végén pedig egy nagyobbat, egy hogy milyen eredményeket tudunk megfogalmazni. És hát miután ennek azért több évtizedes előkészítése van, lényegében azok a műhelyek, akik most itt voltak,
és azok a vezető tanárok, illetve könyvtári igazgatók, akik itt voltak, azért nagyon régóta dolgozunk együtt. Ezt mi folytatjuk természetesen, sőt ugye az egyes részprogramokat nemzeti forrásokból is finanszírozzuk, és hát hál' Istennek, ha valahol esetleg nehezebb pénzt szerezni, mint például most Magyarországon, azért látszik, hogy a nemzetközi együttműködés azért segít ebben is, hiszen például ezt az ülést is jól lehet Egerben volt, mégis Párizsból finanszírozzák. Hát izgalommal várjuk, amikor ez bele fog csapni a konkrétumokba, időszakába ez a projekt, mert hallatlan érdekes témákat fog érinteni, és főleg új dolgokat tud felszínre hozni, ismét új összefüggéseket. Tanár úr, sok sikert ehhez, és hát örülünk neki, hogy ismét a főiskola forog egy ilyen kutatásban, ilyen projektben. Ez mindenképpen egy rangot, elismerést jelent. Én is azt gondolom, és hát ráadásul éltünk az alkalommal, és ugye három részvevőt meg is kértünk, hogy a diákoknak is tartson előadást, és ugye a mai nap pedig délelőtt azzal telt el, hogy a hallgatóink és mi is meghallgattunk három előadást, ha már itt vannak. És ugye az egyik nagy téma éppen egy szentföldi könyvtár rekonstrukció és annak a bemutatása, illetve annak a koraújkori kapcsolatrendszerének a bemutatása. Úgyhogy ez egy jó alkalom. Hát ezt szoktam mindig mondani, hogy ha nincs pénzünk meghívni külföldi előadókat, ha már itt vannak, akkor egy kicsit egy-két üveg bor felajánlásával, hogy kóstolják, meg ideje lehet őket úgy kötni, hogy utána még tartanak egy előadást is. Ez mindenképpen jó és hasznos a diákoknak is. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hirtattunk mindenről, és hát majd folyamatában is természetesen szeretnénk nyomon követni. Most pedig kövessük nyomon egyik nagyon kedves tanárunkat, vizuális művészeti tanszéken tanított Erdős Júlia, és hát ha a nevét kiejtjük, akkor mindenkinek a textil varázslatok jutnak az eszébe, hiszen ez a kedvenc anyaga, amit használ, sőt, csak ezt használja szinte, de egy nagyon varázslatos világot tud vele teremteni. Most ezt éppen Egerszalókon egy szállodába tette meg. Ott jártunk a kiállításon, ismerkedjenek meg, találkozzanak ismét Erdős Julikával.